mert én az izraeli helyzetet jól ismerem, és az izraeli zsidók beállítottsága Jeruzsálemet illetően minden esetre különösen fontos politikailag, csak azokkal a nézetekkel fogok foglalkozni, amelyeket az izraeli zsidó társadalom Jeruzsálemmel kapcsolatban foglal el, és utalni fogok arra, hogy min alapul ez az álláspont a zsidó múltban. Modern izraeli szociológusok és közvéleménykutatók túlnyomó részben úgy vélik, hogy az Izraelben élő zsidó társadalom alapvetően két körülbelül egyenlő nagyságú részre van felosztva. A legfontosabb szempont, amely az egyes személy hovatartozását meghatározza, a zsidó vallással szembeni álláspont, annak követése és annak befolyása a politikai kérdésekre. A politikai megkülönböztethetőség szempontjából valaki tagja lehet a Likudnak, valamelyik jobboldali pártnak és minden vallásos pártnak, más valaki a munkáspártnak és minden baloldali pártnak, egy csoport a zsidó vallásos hagyományok teljes, vagy részbeni folytatásának szószólója, egy másik pedig a dogmák jelentős változtatását pártolja néhány modern vonás bevitelével. Hadd idézzek ezzel kapcsolatban egy cikkből néhány bekezdést, amelyet az egyik legismertebb izraeli szociológus, Baruch Kimmerling írt, Zmanim, 50-51. szám, 1994 őszek. Vizsgálatokra hivatkozva Kimmerling meggyőzően mutatja meg, hogy a zsidó társadalom Izraelben vallási kérdésekben sokkal meghasonlottabb, mint ahogy ezt külföldön gondolják, ahol az általános zsidó tulajdonságokba vetett hitet és az abból következő általánosításokat sokkal kevésbé vonják kétségbe. Így idézi Kimmerling a Jeruzsálemi Héber Egyetem híres Gutmann intézetének adatait, amely szerint az izraeliek 19%-a naponta imádkozik, és 19%-uk azt mondja, hogy semmilyen körülmények között nem lépne be egy zsinagógába. Ebből és hasonló adatokból azt a következtetést vonja le, hogy mindkét itt említett csoportnak egy úgynevezett kemény magja van, amely ellentétes véleményt foglal el a fenti témában. Részünkre sokkal jelentősebb Kimmerlingnek és más ismert kutatóknak az a megállapítása, hogy a demokrácia elismerése fordítottan arányos egy izraeli zsidó vallásosságával. A legnagyobb különbség a zsidó fiatalok beállítottságában mutatkozik izraeli állampolgárságú arabokkal szemben. Míg például a megkérdezett fiatal zsidók 47%-a úgy gondolta, hogy az izraeli arabok jogai drasztikusan meg vannak rövidítve, az ennek megfelelő százalék aránya vallásos és a világi beállítottságú fiatalok között 89, illetve 13%-ot tesz ki, és azok, akik magukat tradicionalistáknak nevezik, azaz a vallási törvényeket csak részben veszik figyelembe, a két szélsőség közé esnek. Természetesen vannak más szempontok is, mint a szegénység. A legtöbb antidemokratikus zsidó a vallásos szegények köréből származik. Ezt a két tulajdonságot magyarázza meg a vallás a legjobban. Most a Jeruzsálemmel való viszonyra térek át. Itt a vallásos zsidók álláspontjával Izraelben kezdem, amely arra vezethető vissza, amit én klasszikus judaizmusnak neveznék, azaz az a judaizmus, amelyet az egész zsidó közösség követett az első századtól a 19. század közepéig, és amely befolyását a zsidó társadalomnak körülbelül a felére megőrizte. Itt nem fogok utalni a Bibliára, vagy a judaizmusra a bibliai időkben, mert a klasszikus judaizmust később alakította a Talmud. A bibliai hatás, amelyet a judaizmus ellen lázadó zsidók élesztettek föl, csak azoknak a zsidóknak az esetében játszik szerepet, akik modern nézeteket vallanak, különösen annak a kemény magnak az esetében, akik nem hajlandóak egy zsinagógába belépni. Nem fogom a judeó-keresztény hagyományokat sem megemlíteni, amely szememben a sztálini marxizmus-leninizmus szerű főzet. Ugyanígy nem fogok az ábrahámi hagyományról sem beszélni, amely szememben teljes értelmetlenség. Mindenkinek, aki a klasszikus judaizmus sok évszázados irodalmát ismeri, világos, hogy Jeruzsálem ezekben az írásokban mint az a város jelenik meg, ahol a templom állott.
Éppen ez a templom és az odavitt állatáldozatok az okai a zsidók mély kötődésének ehhez a városhoz. Ehhez csatlakoznak a szomorúság és a veszteség érzése, amely azóta tart, mióta a rómaiak K.R. utca 70-ben lerombolták a várost. A sok terjedelmes kötettel ellentétben, amelyek a klasszikus judaizmus tudósai írtak, amelyben a templom minden részletét, környékét, és különösen az állati áldozatokat leírják, csak kevés irodalom létezik magáról Jeruzsálem városáról. A zsidó imádságok csak a templomot és az odavitt áldozatokat említik meg. A zsidó imák cionisztikus fölhasználásának annyi köze van tartalmukhoz, mint Sztálin idézeteinek Marx Károly műveiből a szociális haladáshoz. Ez csak azért lehetséges, mert a keresztények és a moszlémok szinte semmit sem tudnak a judaizmusról, sem a klasszikusról, sem a modernről. Így például a sokszor idézett mondás, jövőre Jeruzsálemben valójában a passza ünnepelő estéjének egy része, amelyet sok világi zsidó is a régi módon ünnepel. Milyen összefüggésben van ez a mondás az ünneppel? Egy ünnepélyes ima előzi meg, amelyben kérik Istent, hogy engedje meg újra, hogy neki a templomban állatot áldozzanak. Abban a boldog időben, így az ima, nagy öröm lesz a zsidók között a juhok vérének látán, amelyeket az oltár oldalához dobnak, hogy neked, ó Uram, örömet szerezzenek. Ebből az alkalomból mondják el a fenti mondást, amelyet imádsággal zárnak le, amely arról szól, hogy már a passza ünnep előtti napon örülnek annak, hogy másnak juhot áldozhatnak az Úrnak. Kézenfekvő, hogy a jövőre Jeruzsálemben sok zsidó számára azt jelenti, hogy jövőre egy juh vérét dobjuk az újjáépített templom oltárának oldalára. Ezzel egy időben Weizmanntól Ben Gurionig és Begintől Rabinig és Perezig egy fontos cionista politikus sem várt arra, hogy a templom oltárának oldalára dobott juh vérét lássák egy zsidó templomban. Ez volt a legkisebb bajuk, csak a vallásosak valódi érzéseit akarták saját céljaikra manipulálni és a nem zsidóknak imponálni a történelmi zsidó összefüggéséből kiszakított idézetekkel. Jeruzsálemet illető politikájuk nem olyan meggondolásokon alapult, amelyek a zsidó múlban, vagy a zsidó vallásban gyökeredzik. Vallásos zsidók zarándoklatát Jeruzsálembe, nem is beszélve a városba való költözésükről, amely a templom lerombolása után sohasem maradt abba, mély kötődésük motiválta a lerombolt templom helyéhez és az újjáépítése utáni vágy. Ha egy vallásos zsidó először látja a templom hegyet, Haram al-Sarif, akkor a szomorúság jeleként ingét, vagy kabátját elszakítja, amely abból a bibliai szokásból ered, hogy megszaggatták ruhájukat. Ugyanezt teszi közeli rokon a temetésekor. Célja mindig a templom helye, vagy az a hely, ahonnan a legjobban rálátott a templomra. A panaszok fala történelmileg tekintve csak nem régóta játszik szerepet. Évszázadok óta a hívő zsidó számára a templom hegye Jeruzsálem legszentebb helye, mert innen látható a templom a legjobban. A panaszok falának szentsége a 10. századból származik, amikor Jeruzsálem falain kívül a személyes biztonság hiányos volt és az olajfák hegyének fölkeresése napközben is veszélyes volt. A panaszok falának szentségét a 16. és 17. században a zsidó miszticizmus, a kabala, amely az akkor zsidó vallást és kultúrát uralta, népszerűsítette és húzta alá. Mellékesen, akkor találták föl az összes többi zsidó szent helyet Palesztínában, melyeknek száma jelentős. Létezik a judaizmusban egy kabalisztikus állítás, amely szerint egy szent helyen elmondott imát Isten gyorsabban meghal és válaszol rá, mint a máshol elmondott imákra, és ez sokat segített a panaszok falának szentséges voltának elképzelésében. Ezt a dogmát hamarosan kiterjesztették írott imákra is, amelyeket a panaszok falának kövei közé tettek. Sajátos módon szigorúan meg volt tiltva zsidók számára, akik ilyen mélyen kötődtek ehhez a helyhez, hogy azt meglátogassák. Ennek az ellentmondásnak a megvilágítására el kell valamit mondanom abból az időből, a Krisztus után 70 előttiről.
Akkoriban a judaizmusban részletes előírások szabályozták a tisztaságot és a tisztátalanságot. Csak egy rituálisan tiszta zsidó léphetett be a templom belső udvarába, ahol az állatokat feláldozták és tetemüket a nagyoltáron elégették. Maga a templom kis épület volt, amelyben nagy belső udvarok voltak, amelybe a zsidó papok csak tiszta állapotban léphettek be. Egy tisztátlan zsidó belépését egy belső udvarba, vagy valamely aktust a templomban, melyet tisztátlan pap vitt véghez, súlyos bűnnek és szentségtörésnek tekintették. Egy zsidó sok módon lett tisztátlan. A legfontosabb és legragályosabb volt, hogy a modern szóval éljek, egy zsidó hulla akár csak közvetett érintése, vagy egy zsidó csont megérintése, amely lehetett bármilyen régi. Mellékesen, a Talmud szerint csak zsidók hullája okoz tisztátlanságot, nem zsidók, vagy állatok hullájának nincs ilyen hatása, ha egy zsidó temetőben volt, minden zsidó, akit akár csak egy ujjal is megérintett, szintén tisztátlan lett. Ez a ruhákra is állt. Tisztátlan zsidók megtisztíthatták magukat egy komplikált, több napig tartó eljárással. Céljainkra elég, ha megemlítjük, hogy mi történt a harmadik és hetedik napon. Amíg tisztátlan zsidót egy papnak kellett lefröcskölnie olyan vízzel, amelyben egy vörös tehén hamvából van egy kevés. Lásd 4. Mózes 19. Egy tiszta pap áldozott időről időre egy vörös tehenet az olajfák hegyén. Ezeknek teljesen vörösnek kellett lenniük. Már két nem vörös szűrszál kizárta őket az áldozatok közül. Mivel a tisztaság rituális tulajdonsága nem csak a templom belső udvaraiba való belépéshez volt szükséges, hanem a zsidó istenimádás más tevékenységeihez is, akkoriban sok zsidó magát mindig tiszta állapotban tartotta, hogy Istennek tetszen. Hogy magukat tisztítani tudják, a vörös tehén hamuját időről időre a zsidók által lakott Palesztinában szétszúrták. Bizonyítékaink vannak arról, hogy a vörös tehén hamujának maradékait a 6. századig Galileában megőrizték és néhány pap a templom újra fölépítésére várva magát tisztán tartotta.